Több mint fél évszázad kihagyás után mérték fel 2012. októberében a szerbiai agráriumot. Két és fél hónap alatt 937 ezer háztartást és 4200 jogi szemét kerestek fel. Az eredmény lehangoló, de reális. Így kommentálta az adatokat Dragan Glamorovics mezőgazdasági miniszter. A mezőgazdasági összeírás tényeit Dragan Vukmirovics, a köztársasági statisztikai hivatal igazgatója ismertette. Broj gazdinstva 631.562, korišćeno poljoprivredno zemljište 3.437.423 hektara, a prosječno korišćeno zemljište po gazdinstvu iznosi 5,4 hektara. A belgrádi sajtótájékoztatón az illetékesek elmondták, a családi gazdaságok egyre idősödnek, a mezőgazdasági géppark egyre elavultabb Szerbiában. Mindig valami baja van. Tehát nincs az, hogy olyan szezon, hogy lemenne probléma néki, hogy neki valamit javítani, és akkor javítás az idő meg pénz. Mondja a 35 éves traktorjáról a csantavéri Gondis János. 6 hektár saját földje mellé általában még 4-et bérel. A mezőgazdaságból megvalósított jövedelme nem elég fejlesztésekre. Nem lát jövőt hosszú távon a földművelésben. Ilyen kis gazdaságban nagyon nehéz, főleg a kis földterületen dolgozik az ember vagy országokkal. Mink a magunk részéről a családban úgy láttuk, mert nagyon kis, kevés földünk van, hogy ha a gyerekek tovább tanulnak. Megfelelő géppark, infrastruktúra és felszerelés nélkül a termelékenység is elmarad az átlagtól. Kisebb földterületeken pedig a gazdák nem is számíthatnak profitra. A fiatalok számára egyre kevésbé vonzó ez az ágazat. Egy mezőgazdasággal foglalkozni, az nem biztos, hogy kifizetődő. Aki állattenyésztéssel foglalkozik, azt tudni kell, hogy 365 napos műszakja van neki, tehát egy évben minden nap kell, hogy dolgozzon. Nagyon nagy odaadást igényel, komoly tudást is igényel, ezért a fiataloknál ez nem éppen vonzó szakmának tűnik. Az elmúlt 50 évben a mezőgazdaságot nem megfelelően kezelték. Ezt az összeírás elhanyagolása is mutatja. Kiemelt ágazatként kellene tekintenie a kormánynak az agráriumra. Azt hiszem, hogy fel kell, hogy ébredjen a kormány, és olyan intézkedéseket kell, hogy meghozzon, amelyek elősegítik a mezőgazdasági termelés fennmaradását, és elősegítik azt, hogy a fiatalok is választák ezt az ágazatot, és dolgozzanak ebben az ágazatban. Szerbiában most készül a 2014-2020-as időszakra vonatkozó mezőgazdasági stratégia. A szakértők bíznak benne, hogy a kidolgozásnál figyelembe veszik majd az összeírás eredményeként napvilágot látott lesújtó adatokat.